Ezelőtt háromszor voltam jelölve, ezért gondoltam, hogy most nem fognak jelölni, de hál' Istennek, hogy nem tudom, ezek szerint valamit jól csinálok. Hogy látod, idén fogsz nyerni? Fogalmam sincs még mindig, ez nem rajtam múlik. Ez csak is a nézők, a közönségem múlik, hogyha szeretnek engem is. Nagyon jól tudom, hogy van egy elég hál' Istennek erős rajongótáborom van, akik nagyon szeretnek engem. Ők biztos, hogy mellettem lesznek, hogyha ez elég lesz az, hogy megnyerjem, azt még nem tudom. De azt viszont tudom, hogy mielőtt bárki megkérdezi, vagy bármelyik újság azt leírja, előre szólok, júniusig nem leszek csalódott. Nem is értem, hogy ezt miért jelezted előre, na mindegy. És mit szólsz a mezőnyhöz? Sőt, azon is gondolkozom, hogy felveszek egy pólót, ami rá van írva, hogy nem vagyok csalódott. Na ezt akkor majd megnézzük, úgyhogy legközelebb úgy csinálunk interjút. Arról mesélj nekem, hogy mit szólsz a mezőnyhöz? Nagyon jó a mezőny. Én azt látom, hogy nagyon színes. Régebben, amikor kometek voltak, akkor nagyon egyértelmű, már nagyon egy stílusban voltak jelölések, kivéve mondjuk én. Szóval volt ilyen nagyon-nagyon-nagyon rap, meg pop, meg nem tudom, és aztán megjött ez az R&B énekes. Most meg úgy látom, hogy teljesen színes. Szóval itt a Bialex, itt az András, aki teljesen más zené műfaj, mint én, a Flor, aki teljesen más műfaj. Szóval ez egy tök jó dolog, hogy ennyire színes. És ugye te, hát hogy is mondjam, mindenhol ott vagy szinte, mert ugye volt Eurovízió, nagy duett, most jön az énekiskolája. Hogy van időt egyáltalán pihenni? Nincs, és azért is látszik az arcomon, hogy mindjárt elájulok. De ezt is úgy élem át, hogy az lenne a baj, hogyha nem lenne. Még azt mondd el nekünk, hogy a rajongókat, hogyha fogod buzdítani, akkor mivel? Az az igazság, hogy buzítani, persze, hogy buzítani fogom, de én leginkább úgy fogom buzítani a rajongóimat, hogy ki fogok hozni új dalokat, legalábbis egyet, mielőtt van komet. Mondani fogom nekik, hogy lehet, hogy ha esetleg még fellépek is, akkor ott is be fogok mutatni egy új dalat. Szóval, hogyha kíváncsiak rám is szeretnek engem, akkor igazából nem fogok erőszakosan buzítani, hogy ha úgy érzik, hogy megérdemlem, akkor tök jó. Ha úgy érzik, hogy nem, tovább megy az élet, én írom továbbra a zenéket. És nem leszel csalódott? És nem leszek csalódott.